Városnapja május 21-ére szervezi a programot Paks önkormányzata, tájékoztatást, taggyűlést tartott a paksi iparos és vállalkozói kör, megállás, 5 férőhelyes parkoló készült a Vizajátszó tér mellé. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Május 21-ére tervezi a Városnapját Paks önkormányzata a Csengei Dénes Kulturális Központtal közösen, jelentette be Szabó Péter polgármester pénteki sajtótájékoztatóján. A nagyszabású rendezvény helyszíne az elmúlt évi programhoz hasonlóan a Csengei Dénes Kulturális Központ környéke és az Atomtér lesz. A szervezők ígérete szerint 2022-ben is érkezik sztárvendég. Előzetes terveink szerint 2022. május 21-én kerül megrendezésre a Városnapja rendezvény. Szabó Péter, Paks polgármestere február 25-i sajtótájékoztatóján jelentette be a hagyományos, nagyszabású rendezvény várható időpontját. A Városnapja programjai már május 20-a délutánján elkezdődnek helyi, illetve paksi kötődésű együttesek fellépésével. A szombati napon, a klasszikus városnapján pedig egyébként az előző évek tematikáját követve, tehát megpróbáltuk ugyanúgy megrendezni, nyilván más tartalommal, mint az elmúlt évben, hogy a szombati napon pedig a művészeti egyesületek, amatőr zenekarok, művészeti csoportok, civil szervezetek és akár cégek is bemutatkozhatnak az általuk igényelt sátrakban, helyszíneken. Az elmúlt évhez hasonlóan a rendezvényt 2022-ben is a felújított Atomtéren és a Csengei Kulturális Központ környezetében tartják, az önkormányzat és a Kulturális Központ közös szervezésében. A szombati nap a paksi civilek együttesek felvonulásával kezdődik, amely az Építők útja és a Pollak Mihály utca kereszteződésétől a Kishegyi utca kereszteződéséig tart. Jobbra fordulva a Barátság útjára közelíthető majd meg a helyszín, a rendezvény helyszín, az Atomtér, ott pedig ugyanúgy, ahogy tavaly lesz egy színpad, ahol az előbb említett egyesületek, civil szervezetek, művészeti csoportok bemutatkozhatnak 20 percben. Azért említettem ezt a 20 percet, mert tavaly is elég nagy volt az érdeklődés a különféle egyesületek, művészeti csoportok részéről, hogy bemutatkozhassanak. A civil szervezetek április 8-áig jelentkezhetnek a paks.hu-ról letölthető jelentkezési lapokon, ahol további információkat is találnak a programmal kapcsolatban. A halászlé főzőversenyhez halat, sátrat, asztalokat és padokat is biztosít az önkormányzat, ám ezeket igényelniük kell a jelentkezőknek. A sztár fellépő koncertje sem marad el május 21-én, de az, hogy kilép színpadra a Kulturális Központ parkolójában, Paks polgármestere szerint egyelőre meglepetés. Taggyűlést tartott a paksi iparos és vállalkozói kör szerdán este. Az esemény vendége Süli János miniszter volt, aki a Paks 2-es projekttel kapcsolatos aktualitásokról tájékoztatta a jelenlévőket. Taggyűlésre várta a tagjait a paksi iparos és vállalkozói kör. Az eseményre Süli János tárca nélküli minisztert hívták meg vendégként, aki a Paks 2 projekthez kapcsolódó beruházásokról tájékoztatta a jelenlévőket. Jelenleg is már sokan dolgoznak a 18 épület építésén, de a külső területeken is, és az egyre fokozódik, hogy a 31 fővonulási épületre van engedélyünk, de 80 épületet kell majd megépíteni, ezt az orosz fél zömében magyar vállalkozókkal akarja megépíteni. Süli János miniszter az összejövetelen arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes felvenni a kapcsolatot a helyben működő információs ponttal, ahol minden aktuális információt megkaphatnak a helyi vállalkozók. Működik a 6-os út mellett a vállalkozó információ központunk, föl kell venni a kapcsolatot, ott akkor minden kiírásból tudnak kapni információt, ami megjelenik tenderkiírás. A város és környékének fejlesztése folyamatos, ebben a helyi vállalkozók jelentős szerepet kaphatnak. Süli János szerint jó volna, ha egy összefogás állna a vállalkozás mögött. Az iparos kör a járványhelyzethez igazítja idei terveit, tájékoztatott a szervezet elnöke. Áprilisban szeretném megtartani a saját ünnepünket, a Lusonium gálát,
hát nem tudjuk, reméljük a vírustól mentes lesz már az az időszak, és akkor meg tudjuk tartani a rendezvényünket. Későbbiekre pedig polgármester úr is ígérte, hogy eljön hozzánk, hogy a költségvetést megszületett a város, és erről tájékoztat bennünket, hogy milyen felújítások lesznek, milyen bővítések lesznek esetleg, és hogy tudunk ebben részt venni. A VOSZ Tolna megyei szervezete hagyományos Prima gáláját március 9-én tartja Szekszárdon, ahol a paksi iparos kör tagjait is köszöntik. 5 férőhelyes parkolót alakítottak ki a Táncsics Mihály utcában a Viza játszótér mellett, tájékoztatott Ulbert Sándor, a körzet önkormányzati képviselője. Kiemelte, a fejlesztésre szükség volt, mivel sok család érkezik autóval a Viza játszótérre. A képviselő hozzátette, a jövőben további parkolókat szeretnének még kialakítani az utcában. Az egykor füves terület helyén most már egy zúzott köves parkoló helyezkedik el a Táncsics Mihály utcában a Viza játszótér mellett. Az 5 férőhelyes leálló azért lett kialakítva, hogy megkönnyebbítsék az ideérkezők parkolását. Hétvégén iszonyatosan tele vannak a kocsikkal, délutántól már megint csak tele vannak, mert akkor jönnek a lakók is haza a munkából, illetve jönnek a játszótérre is, hozzák a gyermekeket a város lakói mindenhonnan, és azok szeretnének megállni, és így remélhetőleg így meg lesz egy kicsikét könnyebben oldva, hogy parkoljanak le. Az utcában további parkoló kialakítását tervezik, emellett a városban is növelnék ezeket a lehetőségeket, például a Kressz Park közelében, tájékoztatott Ulbert Sándor. Megpróbáljuk egy kicsikét az igényt kielégíteni azzal kapcsolatban, hogy legyenek parkolók. Ezt folytatni is szeretnénk a belvárosba mindenféleképpen. Lessük, nézzük azokat a lehetőségeket, ahova hasonló módon majd parkolót lehet elkészíteni, vagy ha kettőt, ha négyet, hatot, attól függ, hogy hány férőhelyesre lehet megoldani, de mi minden kicsi lehetőséget is megpróbálunk megoldani. A következő gondolat, az jelen pillanatban most mérjük föl a Szent István térnél, bent, ahogy a Kressz Parkhoz megyünk le a város felől, ott próbálunk oda egy ilyen 2-3 fős parkolót kialakítani. A Viza játszótér melletti parkoló 2,1 millió forintból valósult meg, az összeget Ulbert Sándor egyéni képviselői keretéből finanszírozta. Még június 30-áig érvényesek azok a személyes okmányok, amelyek 2020. március 11-e és 2020. május 31-e között jártak, illetve járnak le. A személyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek, útlevelek megújítása miatt érkező állampolgárokat a kormányablakok időpontfoglalás nélkül is fogadják. Ugyanakkor érdemes előzetesen időpontot foglalni, hívja fel a figyelmet a kormányhivatal. Fontos, hogy a 2020. július 4-e és 2020. november 3-a között lejárt egyéb okmányok, mint például a közgyógyi igazolvány vagy a parkolási igazolvány már nem érvényes. Bővebb információ a kormányhivatal.hu weboldalon olvasható. Hangszert a kézbe címmel könnyű zenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat érkezik Paksra. Az országos program február 22-én már elstartolt Tatán, Pakson május 24-e és 28-a között várják az érdeklődőket. Előadások, hangszerkiállítások és hangszersimogatók is szerepelnek a sorozat állomásai között. A cél, hogy a szervezők az oktatási bemutatókkal ráirányítsák a fiatal korosztály figyelmét a zenélésre, a könnyű zene tanulásának lehetőségeire. Ausztrál hangszer, ami hatalmas farönkre hasonlít, a didgeridoo-t 2 éve a paksi tubatáborban Bazsinka József Liszt-díjas tubaművész mutatta be. Idén, a nyár előtt újra elismert szakemberek érkeznek a városba, hangszert a kézbe címmel, ugyanis könnyű zenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat érkezik Paksra. Az országos program február 2-án Tatán már elkezdődött. 2022. május 24-e és 28-a között kerül megrendezésre ez az ismeretterjesztő programsorozat, zenei játéktér címmel. Ugye itt ebben a programban alapvetően ugye hangszerkiállítás lesz, hangszersimogató, könnyűzenei, népzenei, klasszikus zenei oktatási bemutatóra kerül sor. Ugye alapvetően a fiataloknak szól, az iskolásoknak ez a hangszerkiállítás, de minden korosztályt nagyon szívesen látunk ezen a bemutatón, akár kísérőként, szülőként, nagyszülőként is.
A programsorozat 2017-ben indult, azóta hazánk 46 városában állomásozott már. Előadások, hangszerkiállítások és hangszersimogatók is szerepelnek a sorozatban. A cél, hogy a szervezők az oktatási bemutatókkal ráirányítsák a fiatal korosztály figyelmét a zenélésre, a könnyű zene tanulásának lehetőségeire. A Kiszül családban már hagyomány, hogy a férfiak valamilyen formában kötődnek a vízhez, a hajókhoz. Kiszül Károly is úgy szerette meg ezt a közeget, ezt a szakmát, hogy édesapja gyermekkorában gyakran kivitte a Dunára. A Kiszül hajózási Kft. Tulajdonosa, a Paksi Kompot évtizedek óta üzemeltető szakember, a Paksi Dunapartért közalapítvány alapító tagja, a Magyar Révhajósok Egyesületének elnökségi tagja, az Egymás közt című műsorunkban mesél életéről, családjáról, hajózásról, és természetesen Pakshoz fűződő szoros viszonyáról is. Pénteken este a Híradó után jelentkezik az Egymás közt című magazinunk legújabb része. Ezúttal Kiszül Károly, a Kiszül hajózási Kft. Tulajdonosa, a Paksi Kompot évtizedek óta üzemeltető szakember, a Paksi Dunapartért közalapítvány alapító tagja, a Magyar Révhajósok Egyesületének elnökségi tagja volt a vendégünk. Kiszül Károly évtizedek óta szervezi, támogatja Pakson a Duna átúszásokat, kulturális eseményeket. A műsorban őszintén beszél a hajók és a víz szeretetéről, amely a családjukban apáról fiúra szállt. Nagypapája, édesapja is ezzel foglalkozott. Ott szerettem meg a Dunát, amikor én is el tudtam menni, elmehettem édesapámmal hajózni, és ezáltal nagyon megfogott, és ezért van az, hogy én a Dunával kapcsolatos dolgokba, programokba megpróbálok részt venni, sőt örülök annak, hogyha megkeresnek, mert nagyon szívesen segítek, vagy esetlegesen a évek, hosszú évek során a tapasztalatokat egy kicsit tovább tudom adni. A hajó és a víz szeretetét nem csak két fiának adta tovább, hanem más hajózás iránt érdeklődő fiatalnak is lehetőséget biztosított a cégénél, hogy megtanulja a szakmát. Kiszül Károly volt már az év vállalkozója, a Vállalkozók Országos Szövetsége jóvoltából, Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete pedig Pro Urbe kitüntetéssel ismerte el a város gazdasági, kulturális és társadalmi életében kifejtett kiemelkedő teljesítményét. Nagyon jó érzés volt. Kicsit már most is elérzékenyültem, igen. Hát ugye nem miért volt ez annyira jó érzés? Ilyenre, hogy én ilyent Pakstól kapjak, a várostól kapjak. Hát én csináltam a dolgom, mert nekem ez tetszett. Én nem azért csináltam, hogy engem kiemeljenek, hanem megpróbáltam valamilyen formában a közösségbe lenni, és hát amit lehetett megoldani. De én ilyen nem gondoltam, azért csinálok én valamit, mert el akarok érni valamit célt itt a városba. Igen, el akartam célt érni, hogy üzemeljen ez a komp. A Kiszül Károllyal készült beszélgetést pénteken este 19 óra 25 perckor tekinthetik meg a Telepaks műsorán. Két eseményre várják a híveket a Paksi Jézus Szíve templomban február 26-án 17 és 18 óra között egy közös imádságot tartanak, majd a katolikus templomban. A hívek a békéért fognak imádkozni a pécsi megyés püspök felhívására. Március 2-án Böjte Csaba ferences rendi szerzetes érkezik Paksra. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója először a Paksi Energetikai Technikum és Kollégium rajzpályázatára érkezik. Ez már évek óta hagyomány. Az oktatási intézmény ugyanis részt vesz egy karácsony előtti jótékonysági akcióban, aminek keretében a diákok és tanárok csokoládét és egyéb ajándékokat juttatnak el a Böjte Csaba által működtetett intézményekbe. Böjte Csaba az eszi után a Jézus Szíve templomba látogat, ahol 18 órától szentmisét és adománygyűjtést tart. Pénteken este felhős idő valószínű, eső is előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +3 fok között alakul. Szombaton napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal.
Eső a délnyugati, déli határ mentén is előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 8, plusz 9 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!